is tetted azt a szalmazsákot? A mit? Tudod, a szalmazsákot, tehát a pitvarba. Jaj, a szalmazsákot, de a pitvarba. Megyek tűt keresni. Nem integet. Ó, már a fejemet se tudom, hogy hová tettem. Itt van a lánynak a szép mennyasszonyi ruhája, aki már csak arra vár, hogy végre elhozzák neki a csizmát a Vargától. Keresd frissebben! Hát keresem, gazdáni, de ha nem lelöm. Mert ott keresed, ahol nem leled, ott keresd, ahol megleled. Hát már ott is kerestem. Mert az ablakon csak nem repült ki, mint ez a pofon a tenyeremben. Az énekeskönyvben nézted? A szuszékban, a szemetes ládában, a ruhás ládában? Így csináljak minden? Ti is csak összejátszotok vele. Kiben? Miben? Hát a lányommal, hogy még az utolsó percben is húzzátok, halasszátok az esküvőt. De abból ti nem esztek. Hát, pedig már örültünk. Na, azt ugyan minek? Hát, hogy itt ölhetünk is valami jó. Na, megyünk! Így aztán nem lesz, aki megkeresi. Na, mi az? Nincs a tű a szalmazsákba. Hát a gazdáné tűjét azt nem találtam. És te? A szekrény alatt nézted? Az ágy alatt? Takarj egy ruhát a söprűre, ezt húzd meg a kukorok alatt! Itt sincs! Ó, a sükebóka, az egyebudja, a ketlekotla, a hamut nézte, böszmete, gügye, te gyagya! Most kell voltam. Itt sincs! Mit csinálsz te? Én? Hát csak keresem a tűt! Mariskám, nézd már meg még ott a fás kosárban is! A kezed forgasd be a nyelve, hogy a varjak sipázzanak ki, hogy a kukat kaparjanak be! Hát már itt is nekem se tennem mindent! Mikől? Hát ha sokáig várok még erre a nadrágra, a Varga meg rám, a lányunk meg a Vargára, a násznép meg a lányunkra, a pap meg a násznépre. Egy szó se többet! Adja ide ezt a nadrágot! Jó, van. Gazduram! Hát tényleg be sem áll le azt a nadrágot? Hát nem mehet a lánya esküvőjére. 6 fontan a nadrágján? 5! 6! 1, 2, 3, 4, 5. Hát ez tényleg 6. Na, ugye mondtam, hogy mindent jobban tudok én ebbe a házba. Meg... Atyad Isten, komám asszonyéknak! A velegényes háztól kérdeztetik? Nem. Hogy készen van-e a mennyasszony? Nem. Indulhat-e a nászben? Nem. Hát komám uram, hát hová ez a nagy sietség? Hát nem vagyunk még meg. Hát várjanak még egy keveset. Úgy. Akkor megmondom, hogy még nem kell szültek el egészen. Na, Isten áldja! Hát ez meg mi? Hát ez meg hogy került ide? Megvan! Hál' Istennek! Az a szett tokja! A tűzlág, ami megégett! A mennyasszonyi ruha! A drága mennyasszonyi ruha! Mivel csúfítottad, pusztítottad a két talíró szép mennyasszonyi ruhát? Te bátli! Te cupa! Te egy gazdáni mondta, hogy tekerjek rá ruhát! Én is hallottam! Mit hallottál? Hadd halljam akkor tőled is! Mondtam, hogy hallottam. És én is hallottam. Mit hallott, Kent? Azt, hogy jó ez a nagy takarékoskodhatnék, de ha nem lenne ez a köszvény a lábamba, majd megmutatnám, ki hordja a nadrágot. Na, ugyan ki? Én? Kimondom én innen is. Csak itt közi. Vigy itt valaki a nagy kapun. Ó, hogy ez az Andolcsi Szent Szűz Mária. Hát nem mondta meg a sógor, hogy még nem vagyunk meg. Ó, hogy az a hétágú nyedámi menkű. Mit kereső, idős jányom? Jaj, mama, maga még mindig így, hát bizisten a sírba tesz. Elnye, idős fiam, mi vagy te gatyanékű? Hogy az a radai rossebb? Most már megkereszítek nekem, de küstent! Ó, a boszorkány! Ó,
az élő átok. Na nem baj, nézzük csak meg itt is. Itt sincs. Agyonisten! No! Ide aztán szép bábeli zűrzavart rendelt az ég. A toronyos összeomlott. A gazduromat csak nem temettermel, vele volna szólásom. Hát csak, hogy meghoztad végre! Mit? Hát ezt a csizmát! Meg nem hoztam! Azaz hoztam, vagyis vissza eladni az ócska piacra. S a mennyasszony? Eladni a mi csizmánkat! A mennyasszony kérdi! Én meg a csizmánkat! A mester parancsára! Tartozás fejében, mert hogy mondta, csinálódott erre a csizmára az esztendők folyamán hitelben, fejelés 4, talpalás 10, sarkalás 18, a szár kicseréléséről meg már nem is szólva. De kentek nem csak ezt nem fizették meg eddig, hanem adósokán még annak a hajdan volt csizmának az árával is, amelyet még a kelmed öreganyja rendelt az ő öregapjától, s amely csizma árának a behajtását ő valósággal örökbe kapta. Örököt legalább megköszönhetné. Szép kis örökség! Nem köszönet formán emlegette? Adj csak ide azt a csizmát, a mennyasszony már csak erre vár. Csak nem azt akarja mondani Fukarini asszony, hogy igazán ez lesz a lánya mennyasszonyi csizmája, hát csak lesz esküvő. Hát épp a te háromlábú székhez szokott vargaferekednek készítettük ide. A fiatal pár díszhelye lesz ez. Meg hát miért lehetne ez a lányom lakodalmi csizmája? Ez a folt hátán folt! Hát, ha ezt tudom, akkor nekiállok még egyszer megfejelni. Legalább emlékeztetné Zsuzsikát arra, hogy volt valaki, hogy lett volna valaki, aki... Egy szóval nem csak egy pár csizmával ajándékozta volna meg, hanem minden éve. Hát csak ne nyújtózkodj olyan magasra. Még mit nem? Együtt ment Varga legény, meg az én lányom. Hát, add ide hamar azt a csizmát. Hát, ha nekem jó volt, meg az anyámnak jó volt, meg az öreganyámnak jó volt, akkor jó lesz neki is. Hát nem, a templomig. Aztán meg... És aztán... Hát aztán csináltasson neki az ura. A falu legmódosabb legénye. Telik neki. Na, hát itt sincs. Megmutatok ki itt a férfi. Na. Mit kereső édes jányom? Jaj, mama, hát magamért mindig így. Sír a szívem azért a dolgos, agyonkínzott kislányért. Sír-e? S egy kis ajándékot mégis sajnálsz tőle. Hát értem is sírhat a szíved. Hát akkora nagy bajban vagyok. Mi történt hát? Óriási veszteségért. Eldöglött a kondája, vagy szétfutott a ménese. Leégett a városi nagyháza. Á, dehogy! Valódi katasztrófa történt. Elveszett a... Csönte! Iszonyú károsodás, amiatt a hét altok macska miatt. Hát most már az én fejemben is igazán tökéletes a bábeli zűrzavar. Miféle macska meg? Hogy kerül az ide? Az úgy történt, az úgy volt, hogy... Csönte! Te csak ide mellém azt a csizmát! Hát ha megnyugtat! Hát a másikat is hátha! Belsőm is megnyugszik tőle! Olyan nagy baj történt? Mondtam már, valódi katasztrófa! Hát, mert az úgy volt, hogy meg akartam fúdani az uramnak az ünnepi nadrágját ott a tűzhelyné. Mert hát ott vartam, hogy közben a lakodalmi ebédre is vigyázzak, meg hát a macskára. Mert hát a zsírozót is oda készítettem, egy egész kanállal.